Jó napot kívánok! Még mindig tartanak a kolozsvári magyar napok, ahogy a fesztivál jeligéje mondja, forra város. A kolozsvári televízió magyar adását láthatják. A Farkas utca forgalmának kellős közepén vagyunk, nem is egy, hanem két helyszínen, hiszen kollégám Ambrus István is itt van valahol, én most nem láthatom őt, de a Farkas utcába felállított színpad környékén hamarosan őt is fogjuk kapcsolni, hogy minél pontosabb képet láthassunk a Farkas utcáról. István, hogyha hallasz engem, már is megkérdezném, hogy mi történik ott? Én is köszöntöm a kedves nézőket, szervusz Jutka, köszöntelek téged is, és amint a kedves nézők is láthatják, ma sokkal kedvezőbb az időjárás a tegnapihoz képest, sokkal többen is jelen vannak a Farkas utcában. Hát ami a tegnap délutánt illeti, a Fun Corporation zenélt, minőségi jazzes beütésű zenét játszanak ők, és hát természetesen az Alma együttes is fellépett, amely meglepő módon nagyon sok szülő és nagyon sok gyerek részt vett. Én megmondom őszintén, hogy ilyen sok gyereket én nem láttam még itt Kolozsvár főterén, vagy akár Kolozsvár bármelyik utcájában is, de a gyerekprogramok ma is lesznek, sőt néhány perc múlva kezdődik egy igen izgalmas műsorszám a színpadon, ugyanis a gyerekek és a felnőttek is természetesen bűvész mutatványokat láthatnak. Én itt is köszöntöm többek közt a bűvészmester Bellónit, akit már ismerhetnek többek közt a kolozsváriak is. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogyan készül a mai előadásra? Lépett már fel ekkor a közönség előtt? Hát igen, sőt még nagyobb közönség előtt is, úgyhogy nem túl vagyok már ezeken az izgalmakon, csak most épp az a baj, hogy már látom, hogy összegyűlt egy szép számú közönség, és én most itt egy kicsit el kell késsek a műsor kezdésével, de nem én vagyok a hibás, a kolozsvári tévé. Vállaljuk ezért a felelősséget természetesen, nem sokára útjára is engedjük, de előtte még árulja el nekem azt, hogy nehéz ilyenkor szabadtéren bűvészkedni, vagy egyszerűbb ezt zárt térben, kisebb teremben, hiszen van egy nagy színpad? Hát attól függ, ilyenkor a szabad téren meg kell válogassam, hogy mit lehet és mit nem lehet bemutatni. Aztán egy másik hátránya is van, hogy itt oldalból is néznek, meg eléggé zsúfolt a színpad, itt már fel van szerelve egy csomó diffuzor, meg állványok, meg minden, nekem alig hagytak egy kis helyet, szóval én kell alkalmazkodjak, most azt tudom csinálni, amit lehet. Egyébként mivel készült, mit láthat a közönség? Hát lesznek különböző állat, megjelentetések, eltüntetések, átváltoztatások, lebegtetések, bizonyos humoros trükkök, részt vesz a közönség is, interaktív az egész dolog. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Én is sok sikert kívánok, és jó szórakozást a nézelődőknek, és hát útjára is engedjük, hiszen néhány perc múlva kezdődik a bűvészmutatvány. Köszönöm szépen. Szívesen, viszontlátásra. És Jutkáé a szó.